kedves zarándok testvérek, az Úr Jézus mondotta, én vagyok az út, az igazság és az élet. Mi is egy utat fogunk megáldani, egy tanösvényt, ami a Mária útnak a része, és mindezért Szűz Máriának a közbenjárását és védelmét, oltalmát kérjük, védjék és oltalmazzák ezt az utat, és mindazokat, akik ezen az úton járnak, imádkoznak, elmélkednek, lélekben és testben felüdülnek. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Miesta, ktoré túžime navštíviť, svedčia o nábožnosti Božieho ľudu, ktorý tam častejšie prichádza, aby sa odtiaľ vrátil posilnený, smelo vyznávať kresťanský život a ochotný horlivo konať skutky lásky. Ale aj veriacim, ktorí tam bývajú, máme my pútnici niečo priniesť. Príklad našej viery, nádeje a lásky, aby sme sa všetci, aj domáci i cudzí, navzájom obohacovali. Amikor megérkeztem Kürtre, én külön, ma akkor is sokan voltak ott, amikor megjött a busz Szőgyénből, akkor meg nagyon jó volt, hogy ilyen sokan meghallgatták ezt a felhívásunkat, ezt a mai napot erre szánták. Örülünk neki, hát több mint 100-an voltunk, ahogy megszámoltuk, és hát ez megadta úgy az egész alaphangját számomra napnak, hogy a többi az csak plusz volt ebben. Amit a szemekben láttam, vagy hogy duruzsoltak egymás között, ismeretlen emberek is, hogy úgy érezték, hogy itt egy olyan közegben vannak, ahol ugyanazt tudják átélni. Tehát akár azért jöttek, mert a vallási lelkületük ezt mondta nekik, hogy jöjjünk el zarándokolni, akár azért, hogy jöjjünk el, nézzük meg ezt a környéket, mert a táj se semmi arrafelé, akár azért, mert eljött a barátom vagy a szomszédom, de tulajdonképpen alapvetően ugyanazért jöttek el. Azt mondják, hogy véletlenek nincsenek, jó Istennek megvannak a maga tervei, és úgy gondolom, hogy a tanösvénnyel is megvannak a maga tervei jó Istennek. Tervünk, a mi szándékunk az, hogy ezzel a tanösvénnyel is egy picikét közelebb hozzuk az zarándoklásnak a gondolatát az emberekhez. Úgy a fiatalokhoz, mint az idősebb nemzedék számára. Én úgy gondolom, hogy az zarándoklásnak megvan a maga szépsége. Itt, habár ma sokan voltunk, de
vannak olyan emberek, akik saját maguk zarándokolnak és teszik meg a távot, és én úgy gondolom, hogy a zarándoklásnak az elsődleges küldetése az, hogy az ember közelebb kerüljön a saját magához, közelebb kerüljön az embertársaihoz, és közelebb kerüljön ezáltal Istenhez. Elgondolkodjon az életnek az értelmén, az előző életének az értelmén, és levonja a következtetéseket, hogy valóban az az élet, hogy mennyire volt helyes, és esetleg elgondolkozzon azon, hogy milyen irányban kéne tovább folytatni az életét. Mindig jobb csapatba sétálni, vagy zarándokolni is. Van kivel beszélgetni útközben, megbeszélni a dolgokat, és nem utolsó sorban vannak olyan helyei is az útszakasznak, ahol nincs abszolút térerő, tehát ha bármi baj történik, nem is tud hívni az ember, úgyhogy mindig jobb, hogyha többen mennek. Voltak érdekes útszakaszok, nagyon szép helyeken mentünk, a nagy erdő mellett, a szőlők mellett, gyönyörű táj. Jó volt beszélgetni az emberekkel, volt idő magunkba szállni is, és nem hosszú tényleg ez az útszakasz, mondjuk most elég lassan mentünk, mivel idősebbek is voltak, megálltunk imádkozni minden keresztnél, minden olyan helyszínen, ahol meg kell állni, de szerintem, hogyha valaki úgy elindul ezen az úton, másfél óra alatt végig lehet menni egyik templomtól a másik templomig. Hát nagymamáink, nagyapáink is zarándokoltak erre, és nagyon ajánlom mindenkinek, mert tényleg egy lelki megtisztulást ad. Van idő a mindennapok mókuskerekéből egy kicsit kilépni, egy kicsit elgondolkozni, távlatokba gondolkozni, a saját életünket egy kicsit átgondolni, és van idő beszélgetni is az utitársakkal. Hát ugye most már benne vagyunk ebbe a közép-európai, főleg a magyarországi útszakaszba, Mária út útszakaszába. Hát bízok benne, hogy fognak erre járni zarándokok is. Ugye van olyan lehetőségünk is, hogy itt a községben meg is tudnak szállni, esetleg aki idáig elgyalogol, innét tud tovább menni. Sajnos biciklivel nem ajánlom, mert nem olyan út, hogy biciklivel el lehessen erre menni. De gyalogosok, zarándokok biztos, hogy fognak a falunkon keresztül zarándokolni. Én nagyszerűen éreztem magam, annak ellenére, hogy megvoltak a magam gondjaim, már mindjárt reggel, ugye. Nagyon jól, és számomra nagyon öröm volt látni azokat az embereket, akikkel együtt zarándokolhattam. Itt a tanösvény megvalósítása alatt is kiváló emberekkel találkoztam mindkét faluban. Kreatív, jó szándékú, jó lelkű emberekkel, tehát öröm volt velük együtt dolgozni, és velük együtt zarándokolni természetesen. Az önkéntes munkát végző Fekete László úgy tájékoztatta szerkesztőségünket, hogy nem volt ember, aki nemet mondott volna a kivitelező csapatnak. Megtalálták a megszólítás módját. Elmondták, mit miért tesznek, mit miért kérnek, és a segítő szándék minden mesterembert, vállalkozót tetrekésztetett. Így lett a tervekből ma már egy tanösvény, amely a pálosok útjának egy bizonyos szakasza. Nagyon nagy vonalakba ki kellett találni, hogy milyen legyen ez az egész, mi legyen. Meg kellett írni pályázatot, mert hát pénz nélkül manapság még ezt se lehet megcsinálni. Ki kellett találni, hogy merre menjünk pontosan, azt az utat ki kellett tisztítani, meg kellett jelölni, és az út maga itt már készen volt. Viszont mint tanösvény, ki kellett találni, akkor tanösvénynek milyen töltetet adunk, tehát táblákra milyen információt teszünk. Ezt is kitalálni, megtervezni, megírni, képeket szerezni hozzá, magukat a konstrukciókat is megtervezni, legyártani, kivitelezni. Tulajdonképpen ennyiből áll, nem olyan sok az egész.
Abban mindhárom zarándokló egyetértett, hogy egy falu alapja az a közösség. Ma ugyan már nem az egész falu vallásos, de van egy vallásos közösség, és szükséges, hogy ez a közösség gyarapodjon, és hogy jobb legyen az összetartás. Erre egy nagyon jó mód a zarándoklás. Ezek az aránylag rövid utak nagyon is megfelelőek, ez a 10 kilométer Kürtre, de ugyanennyi Cigrédre is. Ez egy közösséget össze tud tartani. Vagy ha nem is csak ez, de segít benne.